Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damira Dávid vagyok. Egy kicsit most tovább tartott a megszokottnál, de a lényeg, hogy végre megérkezett a 2021 májusi Horror Pack meglepetési doboz, úgyhogy már is kibontom és megnézzük, hogy mi van benne. Tartsatok velem! Az egy havonta érkező horrorfilmes meglepetés csomag, amit Amerikából lehet rendelni a horrorpack.com weblapról. A weblapnak a címét meghagyom a videó alatti leírásban, és hogyha többet szeretnétek tudni erről a csomagról, a horrorpack meglepetés dobozról, akkor találtok róla egy részletesebb kibeszélő videót is YouTube csatornámon. Na de nézzük, hogy akkor mit rejt a 2021 májusi csomag. Mi az a négy Blu-ray, ami benne van? Legelőször is 47 Meters Down. Na hát, nagyon klassz. Egy szápás horrorfilm, amit láttam már korábban Claire Holt, illetve Mandy Moore főszereplésével, és ez tetszett nagyon, úgyhogy örülök, hogy meglett, mert ezt meg akartam venni. Úgyhogy nagyon klassz, hogy meglett. És tudomásom szerint Amerikán, illetve Kanadán kívül nagyon kevés az a hely, ahol megjelent ez a film Blu-ray-en, tehát még Angliában sem, meg nálunk sem tudtommal, úgyhogy igen, örülök, hogy meglett. Na de, nézzük akkor, azt mondja, hogy egy darab Blu-ray lemez van benne, és úgy látom, hogy kétféle a borító, mégpedig igen, ez nem az amerikai, hanem a kanadai kiadás. Itt is lehet látni a címet, rá van írva franciául az angol cím alatt, a másikon pedig eleve franciául van ráírva a cím nagyobb betűkkel, és alatta kis betűkkel van rajta angolul. Úgyhogy kétféle a borító, az egyik a francia, a másik az angol, úgyhogy ez itt a kanadai kiadás. De hát teljesen mindegy. Teljesen jó, hogy meglett, úgyhogy nagyon klassz, örülök neki. Úgyhogy jó lesz újra nézni ezt a filmet, és hát remélhetőleg majd idővel a második rész is meg lesz. Na, úgyhogy már is jól indult ez a doboz. Volt benne egy olyan, amit amúgy is meg akartam venni. Úgyhogy a következő, amit úgy érzem, hogy ezen van egy kartontok, és ez nem más, mint a The Ascent című film, ami fogalmam sincs, hogy micsoda, de hát ez is egy jó dolog a horror packben, hogy megismerünk új filmeket. Tehát kartontokkal, és hát akkor ezt is kivontom, és megnézzük belülről. Úgyhogy ezt a filmet nem ismerem, nem hallottam róla. A borítón azt írja, hogy a Texas Chainsaw és a Day of the Dead producerétől egy darab Blu-ray lemez van benne. És elképzelhető egyébként, hogy ez is egy kanadai kiadás, legalábbis itt a hátulján rajta van a kanadai korhatárbesoroló logó, illetve erre is rá vannak írva franciául az információk a hátulján, úgyhogy igen, ez is egy kanadai kiadás. El szokott egyébként fordulni, hogy nem csak amerikai, hanem kanadai kiadást is tesznek a horror packbe, de szerintem most először volt olyan, hogy egynél több kanadai kiadás van ugyanabban a csomagban. Hát úgy látom, hogy ez valami természetfeletti horror lehet, valószínűleg valami démonosnak tűnik, de hát majd megnézem, és akkor kiderül, és akkor majd persze a következő beszerzések videómban, hogyha addig sikerül megnézni, akkor majd beszélek róla. Na, aztán a következő az ebben a csomagban, a májusi dobozban, ez a Horror Pack Limited Edition Blu-ray, vagyis a Horror Pack Limited kiadás. Ugye minden hónapban tesznek egy limitált kiadást a csomagban, ami sorszámoza van. Ez az 59-es sorszám, és ez Ashburn Waters a címe ennek a filmnek. Nem hallottam még róla soha. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi lehet ez, de ugye limitált kiadásként mindig ilyen indie filmeket, nagyon sokszor kevésbé ismert filmeket tesznek bele. Úgyhogy ez egy amerikai kiadás, az biztos, és egy darab Blu-ray lemez van benne. És nem tudok róla semmit, de úgy tűnik, hogy itt esetlegesen valami túrázó fiatalok vannak az erdőben, itt a hátulján, és úgy jön le a dolog, úgyhogy
Na hát majd ezt is megnézem, aztán kiderül, hogy, hogy milyen. És akkor az utolsó, negyedik film a májusi horror packben az nem más, mint A Night in the Woods. Erről se hallottam még soha, úgyhogy nem tudom, hogy mi ez. Blu-ray plusz DVD kombó a Bronson és a Munster című filmek alkotóitól. És hát itt most a hátulján lévő képek alapján elképzelhető, hogy ez egy found footage film, ami egyáltalán nem baj, mert én nagyon szeretem a found footage filmeket. És az egyik lemez ki van esve a helyéről, mégpedig a DVD. Tehát egy DVD és egy Blu-ray lemez is van benne, egy ilyen kis reklám. No, hát akkor A Night in the Woods. Majd megnézem ezt is, és aztán kiderül, hogy milyen, hogy tetszik-e vagy sem. Szóval ez a mostani horror pack összességében szerintem egész jó lett, hiszen egyetlen olyan film sem volt benne, ami már megvan nekem valamilyen formában, úgyhogy az mindig jó dolog. És volt benne egy, amit amúgy is akartam venni, 47 Meters Down, vagyis a 47 méter mélyen című film. Valamint három olyan, amit még soha nem láttam, úgyhogy az is klassz. The Ascent, Ashburn Waters, valamint A Night in the Woods. Úgyhogy ez volna a 2021 májusi horror pack csomag. Ha ti már láttátok ezeket a filmeket és esetleg írnátok róluk, de persze csak spoilermentesen, akkor azt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. És hogyha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon. Minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. És hogyha szeretnétek valamit kérdezni, vagy hogyha megírnátok a véleményeteket bármiről, akár ugye ezekről a filmekről, akkor, mint mondtam, azt videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!